A párok sorsolása után vette kezdetét a viadal. Fiatalok és idősek egyaránt játszhattak, a hazai versenyzők mellett külföldről is érkeztek résztvevők. Vannak, akik minden évben itt vannak az eseményen, mások több év kihagyás után tértek vissza. Nagyjából 6-7 éve voltam, akkor ott több egymás követő évben, akkor én még viszonylag fiatal voltam, és akkor volt egy nagyobb kihagyás, mert egy másik versenyre mentem általában ugyanebben az időpontban, és akkor most hiányzott a keszthelyi légkör, és akkor úgy döntöttem, hogy visszatérek. A résztvevők egyetértenek abban, hogy a nagy létszám ellenére a keszthelyi egy nagyon jó hangulatú, családias verseny. A megmérettetésnek Szalai István volt a motorja, aki a tavalyi viadal után 3 héttel hunyt el. A megnyitón elhangzott. A szervezőbizottság tagjai most döbbentek rá, hogy mennyi időt és energiát fektetett a szervezésbe Szalai István. Nem volt egyszerű. Sok segítséget kaptam alelnökünktől, Doroszlai Eriktől, ő a háttérmunkát fogadta, a nevezéseket. Én meg amit tudtam, ugye itt keszthelyen belül, hogyha személyesen kellett valamit intézni. Igazándiból így 7 év alatt, amit már úgy mondhatni Pista bácsi mellett voltam, némi rálátásom volt, de nem egyszerű. A megnyitó részt vett Szalai István családja is. Fia megköszönte az elnökségnek, hogy tovább viszik édesapja hagyományát. A város nevében Vozár Péterné alpolgármester szólt. Elmondta, Keszthelynek nagyon fontosak a civil szervezetek, és kifejezetten öröm, hogy egy ilyen nagy múltú verseny tovább él hazai és nemzetközi szinten is. Keszthely városban nagy hagyománya van a civil szervezetek által szervezett rendezvényeknek. Ezek közül is kiemelkedik ez a 42. sakkbajnokság, amely most már nemzetközi szintre is lépett, és sokan jönnek. Nagy öröm, hogy ennyien itt vannak, ugyanakkor fájlaljuk, hogy Szalai István, aki ennek a kezdeményezője, mozgatórugója, szervezője volt, ebben az évben már nem lehet közöttünk. A bajnokság az idén is 9 fordulós és svájci rendszer alapján szervezik meg. A versenyzők augusztus 28-áig vetélkednek egymással.